folytatjuk a rendes menetet, mégpedig az adattárházzal, és Vikárius Gabriella fogja erről az előadását megtartani. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagy örömmel látom a régi kollégákat, és annak is örülök, hogy én is a szlájdjaimra felsoroltam a kollégák neveit, akik közreműködtek a rendszereink, módszereink kidolgozásában, és örülök neki, hogy sokan közülük itt ülnek. Vikárius Gabriella vagyok, a kockázatkezelési, központi kockázatkezelési területet vezettem, és ezért az adattárházakról én egy kockázatkezelő szemszögéből fogok beszélni. Először a SAS alapú központi adattárról, majd az adattárház fejlesztésekről, és az adattárházak használatával elért eredményekről szeretnék beszélni. A 90-es évek közepén került kialakításra a SAS alapú központi adattár, ami ugye a nagy adattárház elődje volt. Legfontosabb adatok, a bevallások, adófolyószámla, adóalanyi törzs kerültek bele, ami azt a szét szolgálta, hogy elsősorban a külső központi adatszolgáltatásokat ebből állították elő az informatikus kollégák. Itt említése érdemes a bevallás mezők metázása, ami ugye az évfüggetlen elemzési lehetőséget biztosítja. De már itt is felmerült egy önkiszolgáló elemzőeszköz kialakítása, ami Lakó Ferenc és csapata nevéhez fűződik, de sajnos ez nem volt nagyon eléggé fogadókészség, szűk körben terjedt el. A központi hivatalban mi az ellenőrzési főosztályon túl sok mindent nem láttunk az ellenőrzésekről, havonta kaptunk vírtáblákat, darabokkal, forintokkal, és maga az ellenőrzésre történő kiválasztás is ugye a megyei igazgatóságokon zajlott, a helyi adatbázisokból, és miből válogattak, egy-egy időszak egy-egy bevallásából, jobb esetben a helyi informatikusok szűrtek nekik, bár szó volt róla, hogy igazgatóságokon is voltak komoly fejlesztések. Igen ám, de mivel a bevallásokból szűrtek, így pont a legkockázatosabb illetékességváltók, bevallásban nem gyújtó adózók, vagy a bevallott adót be nem fizető adózók nemigen kerültek az ellenőrzés látókörébe. 2000-ben Söllei János igazgató úr dolgozta ki a központi kockázatkezelési koncepciót, ez bevezetésre került. Ennek lényege az volt, hogy az adózókról széles körből országos szinten gyűjtsünk adatokat, és ezek alapján, ezeket összefüggéseibe értékelve szegmentáljuk őket. Megalakultak a központi kockázatkezelési osztály, megalakult és az igazgatósági osztályok, és elindultak a fejlesztések. Itt kiemelném a gyorsított áfa kiutalási rendszert, mert ez pont a SAS adattárnak köszönhetően, miután a pénzügyminisztérium ezt a feladatot adta, gyakorlatilag 2 hónap alatt működésbe állt, és itt kezdtük el kidolgozni azokat a mutatókat, még abból a célból, hogy kik a megbízható adózók, amelyekre alapozva aztán a kockázatkezelési rendszerünk bővült. Első lépés volt, a legfontosabb, hogy először az adózókat a nagyság szerint próbáljuk mérni. Hát milyen mutató szerint, ehhez ugye még megint adatokat kellett tölteni a SAS adattárba az ellenőrzésekről, és képeztünk 17 lehetséges mérőszámot, és egy Sperman-féle rangkorrelációval meghatároztuk a legjobban adókülönbözettel összefüggő mutatót ezek közül, ez lett az adó teljesítmény mutató. Ezzel gyakorlatilag több mint 1,5 millió adószámos adózó nagyságát, költségvetési szempontból mért nagyságát tudtuk mérni, és ez alapján 10 kategóriába soroltuk őket, és már elhangzott, hogy a KAIG-nak is milyen az adózói köre. Hát itt is látszik az ábrán, hogy az adózók 1%-a sem képviseli a 3000 legnagyobb adózó az összes adó teljesítmény közel felét. Fejlesztettük a mutatószámrendszereket, miből? Hát nem a saját kútfőnkből, hanem az igazgatóságokról rendszeresen kaptuk a revizori jelentéseket, és akkor a jelentéseket olvasva mindig újabb és újabb mutatókat rendeltünk meg az informatikától. Ezeket a mutatókat aztán már Orék, Formszor, Szűrő felületre 2003-ban ki is helyezték nekünk, így már országos adatokon lehetett szűréseket végezni.
Ezzel párhuzamosan, szintén már orékül alapon, olyan rendszereket is kifejlesztett nekünk az informatika, ami az elemzésekhez sokkal cizelláltabb szélváltozókat biztosított nekünk a későbbiekben. És hát itt Veszprém igazgató helyettes megjegyzésére utalok, aki, mikor ezeket a rendszereket elkezdtük fejleszteni, azt mondta nekem, hogy Gabi, ezentúl ti mindent tudni fogtok rólunk. 2005-ben született meg az a döntés, hogy Oracle alapú információ szolgáltatásra kell áttérni. Ennek során ugye a SAS adattárban lévő adatokat, riportokat implementálták, és sajnos az kockázati mutatóinkat újra meg kellett képezni. Zsike nevét kisoroltam, mert ő vállalta magára ezt az óriási feladatot, hát akkor már nagyon sok mutatónk volt, ugye. Ez már egy rendes nagy adattárház volt, portállal, mindennel, és elkezdtük bővíteni. Amit kiemelek itt, hogy a revíziós adatoknak minden érdemi revíziós adatot sikerült az adattárházba integrálni, és ez majd látni fogjuk, hogy milyen jelentősége volt. Hát nőtt is az adattárház mérete pár év alatt 40-szeresére, és 2008-ban már ketté kellett választani az architektúrát, az egyik részen az integráció folyt, másik részen a kiaknázás. 2006-ban ugye a vagyonosodási vizsgálatokat kellett végezni az APEC-nak, és már ekkor erre az adattárházra tudtunk támaszkodni, és olyan adatpiacokat rendeltünk, dolgoztak ki nekünk az informatikus kollégák, amivel a revizorok gyakorlatilag tutira mentek, hiszen cégtulajdonosra csak összeszámoltuk, hány cégben érdekelt, ezekben a cégekben mit hazudott, mennyi a tagi kölcsön, növekmény, és ehhez képest mit vallott a bevallásán. Ez még mindig megrendeléses alapon ment, de ekkor találkoztunk először egy nagyon jó önkiszolgáló BI eszközzel, az Oracle Discoverer-rel, és ezt már országos szinten használtuk, képeztük a kollégákat, kidolgoztunk munkafüzeteket. Gyakorlatilag, amikor én először kaptam hozzáférést egy péntek délbe, este 9-kor mentem haza, és Szentes Boldizsát hívtam boldogan, hogy hát ez valami csoda, ez az eszköz. Azért ennek azért voltak korlátai, de nagyon sok mindent meg tudtak vele oldani országos szinten. Mi itt a központban is, és lent az igazgatóságokon is. Varga Editke báváskodásával el tudtuk indítani egy EU-s Twinning Light projektet, amiben egy kockázatkezelési célú rendszert szerettünk volna kialakítani. Hát ebből végül az lett, hogy lett még egy adattárház, szintén Oracle platformon, amiben a legfontosabb adatokat az ATAR-ból, a nagy adattárházból töltöttük át, de ami nem volt ott, az például az üzemi rendszerből. Egyik eredményünk az adózói dosszié, ami egy-egy adózónak az 5 éves életútját kimutatásokkal, diagramokkal ábrázolja, és segíti a kiválasztott adózók mély elemzését, ezt most így nem tudom használni. A kiaknázásra viszont nem Oracle eszközt, hanem a SAS Enterprise Guide-ot választottuk. Hát megmondom őszintén, amikor a Lajos utcában erről volt egy bemutató, mi láttuk a kollégákkal, és azt mondtuk, hogy nekünk ez kell. Kész, ez nincs mese. Ezen túl kidolgoztunk adatbányászati modellszabályokat, logisztikus regressziós és lineáris regressziós algoritmusokkal, és sikerült a modellszabályok révén az 550 ezer áfa alanyt kockázati csoportokba sorolni. És arra is ügyeltünk, hogy ezek az adatok visszajussanak a többi rendszerbe. Itt talán a legfontosabb az, hogy a revíziós rendszerbe, hiszen ha visszavérést akarunk csinálni, ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen jók ezek a modellszabályok, akkor még a megbízó levél kiállítás időpontjában érvényes kockázati besorolást kell letárolni a rendszerbe. És akkor így tudtuk visszamérni a vizsgálatokat. Látjuk ezen az ábrán a viszintes tengeren a nagyság szerinti kategóriákat, a mélységi tengeren a
a kockázati besorolásokat látjuk, hátul vannak a magas kockázatúak, és a függőleges tengelyen az egy vizsgálatra során feltárt adóeltitkolás. És azt látjuk, hogy hát bizony a magas kockázatú adózóknál sokkal nagyobb az adóeltitkolás, mint a közepeseknél, vagy még inkább a kicsiknél. Mit látunk még? Hogy azok az adózók, akik korábban nem kerültek látókörbe, azoknál is nagy megállapításokat tudunk tenni, még akkor is, hogyha olyan rövid ideje működnek, hogy még nincs is nekik kategória besorolása, mert még nem adtak be bevallást, amiből ki tudtuk volna ezt számítani. És ezt hogy lehetett elérni? Azt most erre hozok néhány példát, de előtte még elmesélem egy kis csörténket az IT vezetéssel, többek között Ivánnal, mert ugye Iván tetemre hívott, hogy miért sas? Miért kell nekünk a sas? Miért nem jó nekünk az orrékül? Itt minden orrékülre tér át, mindenki orrékült. És emlékszem rá, hogy volt erről egy kis vita, de aztán Iván megnyugodott, mert elmondtuk, hogy itt ennek az a lényeg, hogy nem az IT terület fogja ezt az eszközt használni, hanem mi kockázatelemzők. És ezentúl, hogyha valamire kíváncsiak vagyunk, bárki, akkor nem kell heteket, hónapokat várni az eredményre, megrendelőt írni, aztán rájönni, mikor megcsinálta az informatika, hogy nem is ez kellett volna, hanem közvetlenül előállítjuk magunknak azokat az adatokat, amire szükségünk van. És erre jó példa az úgynevezett kokain állományunk, ez a kockázatos kapcsolatok információs állománya, amit korábban mi megrendeltünk az informatikától, az informatika minden évben egyszer lefejlesztette, körülbelül ez úgy tartott 6-7 hónapig, mi ugye teszteltük, valamit javítottak, azáltal elromlott más, mert ez egy nagyon bonyolult program. Ugye látható ott a felső rajzon, hogy ha már egy cégről bebizonyosodott, hogy súlyos adóelkerülésbe érintett, akkor nézzük már meg, hogy ezeknek a cégei, egyéb cégei, ezeknek az embereknek más cégei is esetleg kockázatosabbak lehetnek. És itt az látszik ezen az alsó ábrán, hogy bizony ez így van, mert nem tudok egeret használni, mindegy, mert látható, hogy lent különböző ellenőrzés típusokat mutatunk az ábrán, és a kék színűek azok az adózóknál végzett vizsgálatok, akik benne voltak ebben, vagy benne vannak ebben az úgynevezett kokain állományban, és náluk szisztematikusan minden ellenőrzés típusban fajlagosan nagyobbak a megállapítások. És el kell mondjam, hogy amikor megkaptuk ezt a sasgájd eszközt, akkor két kollégám ott az osztályon szépen így a napi munkájuk mellett, két hónap alatt lefejlesztették a sokkal bonyolultabb rendszert, ami hetente frissült ezzel az eszközzel. És itt ki volt számítva minden cégre, hogy a benne lévő személyek összesen korábban más cégeikbe mennyit csaltak. Hát a SAS Guide még azt is lehetővé tette nekünk, ahogy ugye az előző példa is mutatja, hogy amit előállítunk, az ne csak egy lekérdezés legyen, amit Excelbe kinyerünk, hanem egy adatpiaci táblaként el tudjuk menteni, akár más is használhassa ezeket az adatokat. És ezért aztán, amikor a központi irányelv ellenőrzési irányelv megjelent, központilag kezdtünk el kiválasztási állományokat fejleszteni. Ezeket letároltuk a Radar adattárházba, és ebből tudtak szűrni az igazgatóságok, de még odaadtuk nekik a SAS leválogató eljárást is, hogyha szeretnék továbbfejleszteni, akkor még ők továbbfejleszthetik ezeket a lekérdezéseket. És utána csak ennyit kellett tennünk, hogy látszik itt a felső SAS Guide felületen, összekapcsoltuk ezeket a kiválasztási állományokat, rákapcsoltuk a revíziós adatokat, és már látszik az, hogy melyik kiválasztási listának mekkora a hatékonysága. Ezeket folyamatosan vizsgáltuk. Ezen felül korábban is volt már áfacsaló kiszűrésére riaszlista, de ezt is a SAS Guide-dal továbbfejlesztettük, szakértői szabályok és döntési algoritmus alapján. Egy idő után már az informatika nem töltött át nekünk több adatot a radarba, hanem biztosították azt, hogy a SAS-sal elérjük
az ATAR bizonyos tábláit is, úgyhogy így már együtt is lehetett olyan adatokat el tudtunk kérni, amit korábban nem. És azáltal, hogy az ellenőrzési adatok bekerültek az adattárházakba, és teljes részletezettséggel tudtuk összekapcsolni az ellenőrzött adószok ellenőrzött időszakaival, mutatóival, hát egy komoly szembesülés volt, hogy az ellenőrzési portfólióban nem az ember azt gondolná, hogy a nagy kockázatú, nagy adózók kerülnek reprezentálásra, de hát azt láttuk, hogy túlsúlyban a kisebb kockázatú és kisebb adózók voltak az ellenőrzési portfólióban. Hát az ember beszélgetett néhány revizorral, fővárosi revizorral, és mit hallott, hogy hát neki az a kiválasztási szempontja, rábízzák, hiába van kockázatkezelési osztály, rábízza a főosztályvezető a revizorra, melyik van közelebb a lakásomhoz, tudok-e ott parkolni. Inkább a kisebb igazgatóságokra volt az jellemző, hogy ők megőrizték a vadászterületüket, hogy jövőre is tudjunk majd azok akkora adókülönbözet megállapítást tenni, mint az idén. Tehát ők pedig azt láttuk, így ilyen részletesen elemezve az adatokat, hogy nagyon közel az elévülési időhöz, nagyon közeli időszakot vizsgálnak, nem a jelenre koncentrálnak. Úgyhogy hát itt a kori vezetés bekeményített, és előírtuk azt, hogy melyik magas, közepes kockázatú adózói szegmensekben minimális, minimum hány adózót kell vizsgálnia minden, akkoriban azt hiszem régiós igazgatóságok voltak. Hát ugye ez alapján ki is lehetett számolni, hát látjuk itt vannak a táblázatban, melyik adózó melyik kategóriába esik. Még azt is ki tudtuk számolni, hogy ha ezt így 2010-ben elrendeljük, akkor 2011-ben 90 milliárd forinttal nagyobb lesz az adókülönbözet megállapítás, mint az előző évben. Hát 110 milliárd forinttal lett nagyobb. Ebbe az is szerepet játszott, hogy a RIASZ listáknál is előírtunk egy minimum ellenőrzöttségi szintet. És ezen felül sokkal már nem csak a kockázatkezelési területet kezdtük el oktatni, hanem az ellenőrzési vezetőknek is szerveztünk oktatásokat, pontosan a szemléletváltás érdekében. És az eredményekről ez az ábra kategóriabontásban mutatja az egy vizsgálatra eső adókülönbözetet az utólagos adóellenőrzéseknél, és összehasonlítja, a zöld szaggatott vonallal látszik a véletlen kiválasztások megállapításaihoz. Ez a türkiszkék alul, ez a 2005-ös év, hát látható, hogy bár akkor is ugye minden kategóriában a véletlen kiválasztásoknál nagyobb volt a megállapítás, de ha két évente haladunk itt az éveknél, azt látjuk, hogy ahogy fejlődött az igazgatósági kiválasztás, meg a központi kiválasztás, ezek a megállapítások jóval nagyobbak lettek minden nagyság szerinti kategóriában. És akkor itt megint látjuk, hogy az alvó cégeknél is milyen jelentős adóeltitkolásokat tártak fel a revizorok. És akkor még egy utolsó szlájd, ami így azért egy kicsit ötvözi az eszköz lehetőségeit. Ezzel az eszközzel eljutottunk oda, volt egy külsős adattudós segítőnk, hogy egy idő után már nem csak kockázatos adózókat, hanem kockázatos számlázási útvonalakat szűrtünk, maximum 7 elemű számlázási láncokat tudtunk szűrni. Ezek ugye ilyen karusszell láncrészek, ügyletek, és igazából már a lista az már nem adózókról szólt, vagy nem csak adózókról szólt, hanem adózók kapcsolatairól, és egy-egy sorra rákattintva URL-be, már a hálózat megjelenítő eszközbe is láttuk azt a gyanús hálózat részt. Köszönöm szépen a figyelmet. Tartottam az időt. Mielőtt rátérnénk az utolsó előadásra, amelyik nem informatikai szempontból nézné meg, hogy mi történt itt az APEC informatikai rendszereit kapcsán. Egy rendszerről szeretnék valóban röviden szólni, a
aki a fejlesztési felelős kolléganő nem akart előadást tartani. Ez Debreceni Erika, a VS rendszernek a fejlesztő projektvezetője volt. Tudni kell, hogy ez a nemzetközi áfa kicserélő rendszer, ez az EU-s országok között az áfát, áfa adatokat cseréli ki, és ennek az az érdekessége, hogy szerintem ez volt az egy első olyan magyar állami igazgatási projekt, amelyeket exportáltuk. Mégpedig Romániába, és Romániának az utolsó EU-s csatlakozási feltétele a VS rendszernek a működőképessé tevése, és ezt az APEC rendszere biztosította, hozzá kell tennem, mindegy. Azért itt is voltak gondok a pénzügyminisztériummal, mert pénteken 13 órakor volt a tender beadási határidő, pénteken 12 óra 55 perckor én ott álltam a telefon mellett, hogy engedélyezik vagy nem, az Oracle pedig a kezébe tartotta a tenderanyagokat Bukarestbe, hogy beadhatja vagy nem, és akkor 12 óra 55 perckor megengedték, hogy beadjuk. Hozzá kell tenni, utána két hetente kellett jelentést írnunk a pénzügyminiszternek, a miniszterelnöknek, a román pénzügyminiszter rendszeresen írogatott nekünk, hogy mi van a VSZ-el. Viszont 2010-ben a román adóhivatalnak egy konferenciáján az előadók elmondták, hogy két sikeres projektje volt az román adóhivatalnak, és az egyik a magyar VSZ rendszernek a alkalmazása volt. A Gabinak a megjegyzésére vitatkoztunk a Sason. Ez nem szakmai vita volt, hanem nagyon rossz szerződési szerződései voltak az a Sasnak, csak bérelni lehetett. Így nem lehetett tőle megszabadulni sem, meg nem lehetett vitatkozni se az árakon, de végül is aztán a Sas megmaradt. És még egy megjegyzés, hogy itt ezeknek a projektnek kapcsán is a mesterséges intelligencia eszközök alkalmazásra kerültek az APEC-ben, például a logisztikus regresszió az egy EMI eszköz. De ami még jobban meglepett, hogy a Világbanki projekt angol anyagában találtam olyan utalást, hogy ők javasolni akartak neurális hálóknak a alkalmazását, ami aztán mégis teljesen a mesterséges intelligencia mai népszerű tanuló algoritmusa volt, aztán végül nem alkalmazták, de minden esetre javasolták.